Mohamed Aida, a világbajnoki ezüstérmes Európa-bajnok tőrvívó a következő vendégünk, aki most érkezett haza a 6. olimpiájáról, ha jól tudom, szombaton. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Ott fejeztük be az előbb Dobor Dezsővel, hogy szerinte a vívás az most nagyon nagyot dobott, nagyon jól teljesített, mint sportszakág ezen az olimpián, és hogy ennek megvan a maga oka, hogy úgy szervezték meg az elmúlt években ezt a sportágat, amiből mások is tanulhatnának. Ez belülről hogy látja? Igen, hát mondhatom, hogy nagyon jól jött ki a lépés a számunkra, a vívó társadalomnak. Úgy gondolom, hogy erre az olimpiára egy kicsit másképpen is készültünk, és így belülről, hogyha megnézem az előző olimpiákat, sokkal mondhatni, hogy profiban, tehát a háttér segítség és tehát olyan dolgok, amik idáig nem voltak természetesen elérhetők, például rendelkezésre állt könnyedebben a pszichológus, a kondicionáló edző, maga például a táplálékkiegészítők, tehát azért a Vívó Szövetség nagyon törekedett arra, hogy olyan hátteret biztosítson számunkra, nem anyagi háttérről beszélek, de ami sokkal nagyobb nyugalmat jelentett, ideértve még az utazást is, tehát azért itt pár éven keresztül biztosítva volt számunkra az utazás is. És hogyha összehasonlítom az előző olimpiákhoz képest, azért a feltételek azok sokkal gyengébbek voltak. Személyesen hogy értékeli ezt az olimpiát? Valami csalódottság kell, hogy legyen, hiszen nagyon sokszor elmondta előtte, hogy éremért megy Rióba, ami most nem jött össze. Másfelől 20-25 éve ott lenni a világ élvonalában, és újabb olimpiákra kvalifikálni, ez már önmagában óriási teljesítmény. Igen, hát hogyha most csak magamat értékelem, hát azért csalódott vagyok. A papírforma az viszont az érvényesült, tehát az ellenfelem, akitől kikaptam, az tulajdonképpen a világ első volt, a tavalyi világbajnok. Hát ezért bíztam benne, tehát úgy készültem, hogy ezt félretéve bíztam benne, hogy azért nekem is kijöhet a lépés. Persze ilyenkor egy olimpia után azért ezt nehéz elfogadni, tehát főleg akkor, amikor ennyi energiát fecsölünk bele. Főleg amikor hazaérkeztem, hát pár napja vagyok itt, úgyhogy még a riói zónában élek, a reggeli kelés is elég nehéz volt számomra, úgy igazán most van időm átgondolni, hogy mi is történt, és hogyan történt, és mit lehetett volna másképpen csinálni. És mire jutott? Hát nehéz elfogadni a tényt, hogy igen, ennyi sikerült. Az biztos, hogy a felkészülésem az nagyon jól sikerült, és tényleg olyan lehetőségünk volt, hogy a legjobbakkal készülhettünk. Olaszországba készültünk az utolsó hetekben, és mondhatom, hogy ez nagyon jó volt. Hát az egész évben azért a kiegyensúlyozottabb versenyzés az hiányzott, tehát azért annak a nyomát éreztem, hogy azért nem véletlenül a legnehezebb ágat kaptam, de valóban, tehát hogy állandóan ott lenni, és most már lassan 30 év, vagy 25 évvel mindig a csúcson lenni, azért úgy gondolom, hogy ez nem egyszerű dolog. Mennyiben éli meg a különböző olimpiákat, a felkészülési időszakot például, magát a felkészülést? Ilyenkor az ember, amikor már hatodszorra van ott, akkor biztos óhatatlanul rengeteg összehasonlítás pörget folyamatosan. Igen. A saját fejében is. Igen, mindegyik más, de a maga nemében mégis hasonló, tehát maga a készülődés, az izgalom, a célkitűzések, azok ugyanazok, és természetesen, amit nagyon nehezen tudok levetkőzni előtte, ugyanúgy azért érzem a súlyát, és azért nagyon ideges szoktam lenni az olimpián, kiemelten, tehát hogy egy átlagos versenyhez képest azért sokkal izgatottabb vagyok. Erre az olimpiára már kvalifikálni sokkal nehezebb volt, ezt mondta korábban, minek köszönhetően? Igen, hát azt mondhatom, hogy erre az olimpiára volt az egyik legnehezebb a kvalifikáció. Ez annak köszönhető, hogy az induló létszámot nagyon lecsökkentették. Európán belül minimalizálták, tehát például Afrikából sokkal egyszerűbb kijutni, vagy az amerikai kontinensről. És a vívók krémje az Európában található. És hát nagyon nagy volt a versengés, úgyhogy ott kellett lenni a világranglista elején ahhoz, hogy valóban biztos legyen az indulás.
Lesz következő, amikor a tanulságokat vonja le, akkor ez a kérdés is felmerül? Hát most egyelőre erről nem szívesen nyilatkozom, de viszont nagy örömömre, mielőtt kiindultam volna a Rióba, az UTASZ felajánlott egy további 4 éves szerződést, amit én szívesen aláírtam. Az biztos, hogy még nem teszem így le a tört, és nem vonulok háttérbe, hanem még folytatom. Az, hogy lesz-e Tokió, az még a jövő kérdése, nyilván, hogy attól függ, hogy mennyire fog menni az elkövetkezendő pár évben. Beszéltünk itt az előbb egy pár percet Dobor Dezsővel arról is, hogy milyen volt a Riói Olimpia, mint sportesemény, mennyire jól szervezték, meg milyen egyéb kihívások voltak ott. Ezt egy sportoló belülről hogy látta, hogy élte meg? Hát felemás volt. Voltak nehézségek, tehát azt nem mondom, hogy minden olyan egyszerű volt, és hogyha az előző olimpiákhoz hasonlítom, azért sok bonyodalom volt. Maga nemében azért a versenyzést ez nem zavarta, tehát azért úgy, ahogy megrendezték, de azt tudom, hogy például nekünk nagyon nehézség volt, hogy az edzőm nem tudott bejutni az olimpiai faluba, hogy iskolát adjon, tehát hogy egyáltalán az edzésemet elvégezhessem a verseny előtt mindenben. Nem tudott bejutni? Hát nem tudott. Ez elég komoly problémának tűnik. Igen. Nehézség is volt, például ott iskoláztunk a szabadban kint, vagy erejű szélnél, tehát nehézkes volt sok minden, az edzőteremben nem tudott csak úgy eljutni. Aztán végre, amikor bejutott az olimpiai faluba, akkor szintén ugye a hely elérhetőség az nehézkes volt. Úgyhogy volt egy pár olyan bonyolodalom, például maga a faluban való létről nagyon, nem, alig takarítottak, vagy nagyon sok személyzet volt, de lehetett látni, hogy igazán a munkájukat nem végzik. Tehát mindenre volt ember, de a hatékonyság az nagyon, nagyon rossz volt. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, és remélem, hogy majd Tokió kapcsán újra megbeszéljük, hogy ott hogy működnek a létesítmények.